Na, hello faszik! Fent vagyok most már a kis bungalónak a tetején. Megcsináltuk a tetőlécezést, és már itt tűz van. Felraktunk egy OSB lapot, és most kezdem ilyen 35-ös csavarokkal lefogatni. Úgyhogy most ezt fogjátok látni. Közben váltóolaj cserére megy a Jazz. Jaj, Istenem! Adjő, nagyő! El ne baszd az átlagomat, 4,4. Visszahozza 7,2-vel. Zsolti, te kivágod majd, amit elkezdett, Roli? Ó, bazd meg! A dekopír meg tudod, hol van? Az oda át van. A Rangernek a platóján. De jó lesz ebbe beletérdelni. Mond? 10 centi. Így ettől a sarkától 24,3, 8 centi a szélesség és a mélység 10 centi. Mondjad, barátom? Hát tudsz vele szépet vágni? Átsétálsz érte? Itt a kertek alatt? Itt, aha, így, hát a kertek alatt, igen. És akkor célú beenged. Jaj, drága jó Istenem. Thank you.
Na, hát ilyen gyakorlatilag a padló. Szerintem el is fog engem bírni. Mindjárt megpróbálok ráállni. Jó, igen. Hát, ja, nem szakadt le. Hú, kemény. És nem is libeglobog az egész, mint egy szarhalom. Úgyhogy jó a kilátás. Na hát gyakorlatilag ezek a ferde síkok ide fognak illeszkedni. Még azon gondolkozom, hogy kell-e vajon egy ilyen, minek hívják, talpszelemen? Nem talpszelemen. Hát egy ilyen vízszintes áthidalót kell-e tennem ide ezekre az oszlopokra, és ahhoz illeszkedjen a tető, vagy egyből mehet ez, ezt még nem tudom. Majd eldöntöm. Minden esetre még jön két lap fel, ebből ki lesz vágva majd egy feljáró, és csinálhatjuk is a tetőszerkezetet. Szerintem ma idáig eljutunk. Na jó van, gyerekek, majd találkozunk a következő videóban. Ciao.